Sziasztok, ez itt Levina csatornája. Folytatjuk a fogyókúrás sorozatunkat. Ma ismét egy szuper élelmiszert hoztam nektek, hiszen korábban már az édesburgonyáról, illetve a csicseri borsóról is beszéltem. Most a brokkoli következik. Itt láthattok egy szép nagy tál gyönyörű üdezöld friss brokkolit, megmostam már és lecsepegtettem. Nem véletlenül nevezik szuper élelmiszernek, hiszen nagyon magas a C és K vitamin tartalma, alig tartalmaz kalóriát, nagy része víz, és ezzel szemben viszont nagyon finom az íze, akár nyersen is fogyasztható, tehát még a szárát és a torzsáját is nyugodtan el lehet ropogtatni, próbáljátok ki. Rakott brokkolit fogunk készíteni, ehhez szükségünk lesz kis mennyiségű daráthúsra, a rizst én kuszkusszal fogom kiváltani, és egy kicsivel alaposabban fogom fűszerezni a húst, tehát fog belekerülni természetesen só, fokhagyma, kurkuma, ami elengedhetetlen, fehér borsot fogok még hozzá használni, majoranát és egy nagyon kicsi kakukkfüvet, egy kis fej vörös hagymát fogunk még használni, amit elfelejtettem ide készíteni, és kevés olajra lesz még szükség, illetve kettő darab tojásra. Az egyiket a húsba teszem, a másikat pedig majd az ételünk tetejére, a görög joghurtba fogom belekeverni, mielőtt bemegy a sütőbe. Kezdjük is el! A hússal kezdem, hiszen ennek van a legtöbb időre szüksége, kevés olajra. Beleöntöm a apróra vágott hagymát, és elkezdem pirítani. A hagyma már szépen üvegesedik, megsózom. Elérkeztünk arra a pontra, hogy mehet bele a daráthús, és amikor kezd fehéredni a hús, nyugodtan rátehetjük a fűszereket. Kezdem a fokhagyma tehelyjel. Egy kevés kurkumát. Fehér borsó, és jöhet rá a majoranna és a kakukkfű keveréke. Nagyon jó ízeket fog adni neki ez a sokféle tűzszer. Mivel a brokkoli viszonylag semleges ízű, jól fog neki állni ez a tűzszeres töltelék. És tovább főzöm a húst. Amíg a hús párolódik, elkészítem a kuszkuszt, ami egy rendkívül egyszerű folyamat. Egy tálba vagy egy lábasba beleöntöm, és annyi vízzel öntök, hogy körülbelül 1 centivel ellepje, és lefedem. Körülbelül 10 perc alatt magába szívja a vizet, és meg is vagyunk vele. És jöhet a főszereplőnk, a brokkoli. Beleteszem egy forralóedénybe. Felöntöm vízzel. És lefedem. Körülbelül 5 percig fogom főzni. Nem szabad tovább, mert összeesik. A brokkoli elkészült. Jeges vízbe fogom kiszedni, hogy ne párolódjon tovább, és megőrizze ezt a szép zöld színét. Minden alkotó elemünk elkészült, úgyhogy nincs más hátra, mint hogy összeállítsam a rakott brokkolit. A darált húshoz ebben a serpenyőben hozzákeverem a kuszkuszt, ami teljesen felszívta a vizet. Szép pergős lett. A kuszkusznak körülbelül ugyanannyi a kalóriatartalma, mint a rizsnek. Ami az előnyére szolgál, az az, hogy általában teljes őrlésű lisztből készül,
tehát sokkal több rostot tartalmaz, mint mondjuk a fehér is. Összekeverem a kuszkuszt, egyáltalán nem fűszereztem, hiszen a hús elég fűszeres, és át fogja venni, fel fogja szívni a hús nedveit, és hozzáütök még egy tojást, ha megtalálom. És ezzel még elkeverem. És tulajdonképpen a töltelékünk kész is van. Szándékosan nem tettem bele paprikát, nem akartam megszínezni, hogy inkább a kurkuma és a tojás színe érvényesüljön. Jó, ezzel meg is vagyok, teljesen egynemű lett a töltelék. És hozom is az edényt, amiben meg fogom sütni. Egy tüzeló tálat kikentem nagyon vékonyan vajjal, és mehet az aljára a brokkoli. Szépen elrendezem. Fantasztikusan szép a színe. Imádom brokkolit. És ráhalmozom a tölteléket. Mehet közé is. Teljesen eltüntettem a brokkolit ezzel a kuszkuszos húsos keverékkel. Most van az a pillanat, hogy akár itt is megállhatunk, és így tesszük be a sütőbe. Ha nem akartok plusz kalóriákat még belevinni az ételbe, akkor így sütitek meg. Kicsit szárazabb lesz, de így is nagyon finom. Ha viszont egy kicsit szaftosabbra szeretnénk, akkor jöhet a görög joghurt tojással elkeverve, és én még egy nagyon kevés reszelt sajtot is fogok rátenni. Elkeverem. Gyönyörű színe lesz a tojástól. Persze, hogyha tejföl lesz, szeretnétek, azzal is lehet, de hát a joghurtnak sokkal kevesebb a zsírtartalma, egészségesebb is. Én már egyáltalán nem használok tejfölt évek óta. És ráöntöm a tetejére. Elsimítottam a tetején a tojásos görög joghurtot. 180 fokon légkeverésen fogom sütni körülbelül fél órán át. A 15.-20. percnél fogom rátenni a reszelt sajtot, mert nem szeretném, hogy rásüljön, hanem csak ráolvadjon, úgyhogy most még azt nem fog bekerülni a sütőbe. 15 percet töltött bent a sütőben brokkoli, és most rászorom a sajtot. Nem kell túl vastagon, hiszen fogyókúrázunk, csak éppen az íze miatt. Ez körülbelül 5 dek a sajt, ha van lehetőségetek, akkor sovány sajttal is meg lehet szórni. Én most trapistát használtam. Elkészült az ételünk. Végül mindösszesen 35 percet töltött a sütőben, a széle szépen megpirult, ráolvadt a sajt, úgyhogy nincs más hátra, mint tálaljunk. Kész vagyok a tálalással, tettem rá még egy petrezselyem zöldet is. Remélem, hogy ki fogjátok próbálni, és meg lesztek vele elégedve, de mi nagyon szeretjük. Rendszeresen készítem még akár vasárnaponként is. Egy rendkívül érdekes ízvilágú étel, hiszen a brokkoli decenségének nagyon jól áll ez a fűszeres húsréteg, és rajta ez a szaftos görög joghurtos sajtos keverék. Próbáljátok ki, és hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ha eddig még nem tettétek meg. Köszönöm szépen, sziasztok!